Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 9-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először a nemzetünnepünket láttató, március 15-ét láttató film forgatásáról láthatnak egy beszámolót, majd ellátogatunk a Pelikánfészekbe, végezetül pedig a Vörösmarty versünnep döntőjéről tekinthetnek meg egy anyagot. Tartsanak velünk! Befejeződött az Én Petőfi című film forgatása, amelyben Matúz János rendezésében idézik meg március 15-e történéseit. A tévéjátékot március 15-én a Fehérvár televízióban tekinthetik meg a nézők. Rabok legyünk, vagy szabadok. Egy nép története néha egy ennyire világos kérdésre egyszerűsödik. Így volt ez 1848. március 15-én, amikor feltettük a kérdést, és 10 000 torokból érkezett rá a válasz. Székesfehérvár minden esztendőben egyedülálló programmal tiszteleg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. 2021-ben is különleges műsor készült Matúz János rendezésében, a járványhelyzet miatt tévéjáték formájában, amelynek főszereplői most is a fehérvári fiatalok. Ennek egyetlen titka van, hogyha sikerül velük megéreztetni az energiát, a tiszta energiát. Azt, amiben nekik nagyon nagy hiányuk van, hogy itt néhány ember akarata, lelkesedése, zsenialitása, elszántsága az egy nap alatt puskalövés nélkül eljutatott egy régóta várt folyamatot egy sikeres végig. Ez energia, az energiában boldogság szabadul fel, és én észrevettem, hogy mindig valahányszor ezt a témát forgatom, játszom színpadon, írom a gyerekeknek, a végére mindig átadok ebből az energiából valamit, és megérzik, hogy mit jelent az igazán ünnepnek lenni. Kellett-e neked változnod? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nem ez az első március 15-i. Hát ez most már a 6. vagy 7. ünnepi műsor a mezőnyben. Az a szerencsém, hogy én mindig az adott iskolai közösség kompetenciájára igyekszem adaptálni a történetet. Tehát mindig újra, és ezért én újra és újra átélem, és emiatt újabb és újabb titkait fedezem fel ennek az egész történetnek. Idén az Én Petőfivel gyakorlatilag én most Petőfit szerettem volna ennek a történetnek a középpontjába állítani. Ő a húzó ember, ő a vátesz ennek az egész históriának, és jó ember volt, jókor, jó helyen. 29/3. A Fehérvár Televízió munkatársai által forgatott tévéjátékban megidézik a kor hangulatát, életre kell a 12 pont, kézzelfogható közelségben jelennek meg a történelmi alakok is. A legnagyobb hozadéka ennek a munkának az, hogy hihetetlen erők mozdulnak meg, és fantasztikus érzés egy ekkora csapatban úgy együtt dolgozni, hogy mindenki tudja, mi a dolga. Nekünk ugye elsősorban az a dolgunk, hogy mindezt láttassuk, tehát a mi szemünkkel keresztül fogják látni a tévénézők, illetve hát természetesen Matúz János szemén keresztül, hiszen ő adja az instrukciókat, de itt is egy közös munkáról beszélünk, tehát az operatőr kollégák is nagyon sokat tesznek bele abba, hogy ez tényleg tévében is egy élvezhető, sőt ez igazából tévére írt és tévére felvett játék lesz. Annyiban nem játék, hogy azért itt nagy lehetőségek nem voltak arra, hogy rontsunk, és erre is nagyon büszkék vagyunk, hogy itt senki nem rontott. Tehát 2-3 felvételnél több semmiről nem készül, de általában elsőre sikerül minden. Köszönhető ez a diákoknak, a szereplők csodálatosan tudták a szerepüket. Mi is tudjuk, mi a dolgunk. János természetesen összefogja az egészet, tehát ez egy fantasztikus jó érzés. Az Én Petőfi produkció szereplői a Teleki Blanka gimnázium diákjai, a TEDI színi társulat tagjai, Somos Ákos drámatanár vezetésével, Somos Gergőt Irinyi József szerepében láthatjuk. Azt gondolom, hogy ha ma egy hasonló témában felkerülne egy ilyen kérdés, és lenne pár
lelkes fiatal, aki magára vállalná azt, hogy ezt a rendszert, az adott rendszerrel szembe kell menni, és meg kell dönteni, akkor biztos vagyok benne, hogy ma is ugyanúgy, ahogy 170 évvel ezelőtt is számos követője lenne a fiatalok körében. Mikor a tervezed? Most. Irinyi úgy értette, mikor a tervezed ezt a felolvasás dolgot? Most. Vagyis hogy? Most. Ó. Oh. De ezt nem lehet. Már 19-ére összehívtuk a nagygyűlést Rákos mezejére. Bujovszkinak igaza van. Több ezer főt várunk oda, hogy együtt határozzunk a további lépésekről. Nem várunk és nem tervezünk, barátaim, hanem erőt mutatunk, mégpedig ma. Mert erő nélkül nincs változás. Változás nélkül nincs jövő. De hát alig páran vagyunk itt. Most, de odakint százak várnak. Ezrek, milliók. A Matuz János által írt és rendezett ünnepi produkciókban rendhagyó módon idézik fel 1848. március 15-e szellemét. Petőfi Csengei Márton alakítja, akinek különleges kötődése is van a darabhoz. Ugye itt személyes kötődés is van a darabban, és ez mindenképpen hatalmas élmény és büszkeség ezt elolvasni akár egy cikkben, hogy Csengei Dénest párhuzamba állítják Petőfivel. Lenyűgöző ebbe belegondolni, hogy egy ekkora ember volt az én nagyapám, bár nem ismertem, soha nem tudtam vele beszélni, de mégis a családnak a része. És mindenképpen hatalmas élmény Petőfit játszani, bármilyen előadásmódban is történik ez meg, akár színpadon, akár filmben. Lenyűgöző. Ugyan nem 5000 ember van benne a filmben, de mégis ott vannak előttem páran, és hogy őket mozgatom, őnekik beszélek, a nemzeti dalt elszavalni. Fantasztikus érzés. Szerintem valahol mindig is vágytam erre talán. Kurvériség szűnye meg a szabadságunk napján, esküszéket képviselek egyenlőség alapján. Nemzeti bank kell, nemzeti bank, nemzeti bank kell, nemzeti bank. Matuz János alkotótársai idén is Cserta Balázs zenei vezető, a két koreográfus, Tátrai Réka és Majoros Róbert. Jánossal már több március 15-ét, illetve október 23-át is együtt csináltunk, készítettünk, de János mindig úgy ragadja meg a fiatalokat, amit én mindig csodálkozva nézek, hogy egy teljesen új csapattal mindig olyat tud alkotni, minthogyha ővel már nagyon évek óta együtt dolgoznának. Tehát ilyen szempontból én nagyon örülök mindig ezeknek a felkéréseknek, mert igaz, hogy mindig egy újat alkotunk, mindig egy új formába öntjük az éppen aktuális darabot, de mégiscsak van ennek egyfajta hagyománya, és van egyfajta, nem is tudom megfogalmazni, szerintem nézzük meg a darabot, és meg fogja mindenki látni, hogy miről van szó. A zenét idén is Szirtes Edina jegyzi, a látványvilágot pedig Falvai Miklós médiaművész animációja teszi különlegessé. Nem lehet olyan megoldásokkal előállni, vagy előrukkolni, ami nem erőteljes, ami csak ilyen himi-humi, ami valamilyen elsumálkolása egy őszinte érzésnek. Főleg egy olyan csapatban, és ez egyébként Matuz Jánosnak köszönhető, és évek óta meg lehet figyelni, hogy tényleg ezért nagyon jó ezekkel a fiatal emberekkel, fiatal lányokkal, hölgyekkel dolgozni, mert ők ezt valahogy nagyon jól tudják. Tehát ők, amikor bemondják azt az egyet sort, vagy éneklik, akár a nemzeti dalból, vagy a dicsőséges nagyurakból, vagy feltámadott a tenger, az ő eszközeikkel, tehetségükkel, tudásukkal, ahogyan éreznek és élnek és lélegeznek, ők nagyon őszintén gondolják, szóval nem lehet becsapni ezt az ünnepet. Tehát nekünk igazából, amikor hétről vagy hónapról hónapra kell valamit alkotni, és akkor jön egy március 15, azt nem lehet ugyan, tehát valahogy egy kicsit fel kell vértezni magunkat, hogy az ünnepnek, ez természetesen minden ünnephez, és minden, akárhogy egy hangszert előveszek és meghúzom, ez igaz, de a március 15-én az kell, hogy kihúzzák magukat ők is, és úgy valahogy úgy érezzük, hogy erősebbek vagyunk, és hogy együtt, ez az együtt, hogy azért nagyon nagyszerű, hogy a fiatalokkal oly módon nyilván online eszközökkel, illetve a virtuális világ ajándékaival együtt lehet alkotni. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk! A darabban fontos szerephez jutott a Teleki Blanka Gimnázium énekkara is, Reiner Renáta vezényletével, a táncosok pedig az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül kerültek ki. Hogy rabok tovább nem leszünk!
Pelikánfészek adott otthont a Telihai Péter által rendezett és a koronavírus járvány miatt elhalasztott darabnak, a Megtisztulás Mikvé, Gáron izraeli szerző drámája, amely a női lélek rejtelmeit mutatja be. Áldott vagy te örökkévaló Urunk, a világnak királya, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és megparancsolta nekünk az alámerülést. A Pelikán Kamara Színházban mutatták be a Megtisztulás Mikvé Hadar Gáron, kortárs izraeli drámaíró darabját. Az előadás egy rituális fürdőben, egy mikvében játszódik, ahol a vallási előírásoknak megfelelően havonta egyszer az asszonyok megmerítkeznek, hogy megtisztuljanak és újra érintkezhessenek férjükkel. A darab egy formális megtisztulással indul, és egy valódi katarzisszal ér véget. A szervezetem pontos, mint egy svájci óra. Hála az örökkévalónak. Na? Mina? Hát hol van az új mikve felügyelőnk? Síra. Kicsit késik. Biztos tudta, hogy ma este jössz ellenőrizni. Sosana, ez nem vicc. Tudod, Jaki fiam az öregek otthonában. Igen. Önkéntes. Igen, és ő mesélte nekem, hogy nem ok nélkül rúgták ám ki onnan ezt a nőt 2 hónappal ezelőtt. A nagy szája rengeteg gondot okozott. 5 ember ment el onnan. Csak miatta. Most tényleg. Kell ez neked? Indi, adj neki egy esélyt. Próbálj meg kedves lenni vele, az én kedvemért. A kérdés azért érdekes, mert mi a formális megtisztulás? Ez egy nagyon pontos megfogalmazás, hogy van egy vallás, aminek megvannak a maga tradíciói, és ez a vallás ebbe a tradícióba belemerevedik, és egyszer csak elkezd kimaradni belőle az ember. A darab ott kezdődik, hogy ennek a vallásnak a kiüresedett rítusait használjuk. Ez a formális megtisztulás. De az, hogy igazi megtisztulás történhessen, ahhoz át kell menni a tisztító tűzön. És itt nem vízzel, hanem tűzzel tisztítanak. Hallom, hogy csodálatos esküdő volt. Mintha a rabbi nősült volna. Édesanyád, nem küldött képeket? Azt mondják, hogy legalább 1000-en voltak. 2 napig csak ez volt a téma. Lefogadom, hogy gyönyörű mennyasszony voltál. Na jó. Nem érünk rá csevegni, na gyere! A folyosó végén az ütött szabad. Gyere! Mi a baj? Miért nem mondta senki, hogy ez ennyire fáj? Tessék? Iszonyú volt, iszonyú! A 8 nő történetében az a leglényegesebb, hogy megtalálják a saját belső szabadságukat, és ezt valamilyen módon a külvilág felé is érvényre tudják juttatni. De ez át kell menniük egy lázadáson, egy forradalmon, ami gyakorlatilag ezt az egész vallási szisztémát, amelyben ők belenőttek, és amelyben élni kénytelenek, és amit a férfiak erőltetnek tulajdonképpen rájuk, vagy ők képviselnek, ezt az egész vallási szisztémát tulajdonképpen szét kell rombolniuk. És ez egyáltalán veszélytelen, mint ahogy minden bemerevedett rendszer szétrombolni, ez nem egy veszélytelen dolog. Számukra sem az. De ők vállalják ezt a veszélyt ahhoz, hogy igazán megtisztulhassanak, hogy ezen a tűzön átmehessenek, és megtalálják a saját belső szabadságukat, az egyéniségüket, fölismerik a saját történeteiket, és hogy kik is ők valójában. És mi van akkor, ha nem merítkezel alá? Csoda. Ha nem merítkezel alá a mikvében, akkor nem érinthet meg, nem így van? Így van. Hát akkor nem merítkezz, és csak. De mit mondok akkor neki? Mondd azt, hogy a fürdő felügyelő azt mondta, hogy le vagy gátolódva. Jó, de meddig? Amíg késznek nem érzed magad rá, amíg te nem akarod. És mi van, ha soha nem akarom majd? Te a férjed előtt voltál már férfiban? Igen, de nem múlni. Most, na, igen, vagy nem? Valaki máshoz akartam feleségül menni, de a rabbi nem engedélyezte, mert mi magunktól is megettünk meg. A darabban 8 különböző helyzetű és korú nő találkozik, Varga Mária, Váradi Eszter, Sára, Kis Diana, Magdolna, Kerkai Rita, Varga Gabriella, Varga Lili, Baller Bianca és Korenny Réka, Noémi, akik történeteket osztanak meg egymással saját életükről, gondjaikról. Együtt keresik helyüket, női és emberi létük értelmét egy férfiak uralta világban.
Telihai Péter a rendező számára igazi kihívás ez a darab, ami egy különleges helyzetben keresi a választ korunk meghatározó, és nem csak nőket, hanem mindannyiunkat érintő kérdéseire. Mind a 8 nőnek, de még nekem is vannak olyan történeteink, ahol vannak találkozási pontok. És ezek a legjobb rugaszkodási, vagy ezek a sarokpontjai a történetnek, ahol közös nevezőt tudtunk találni, ahol a történeteink összeérnek, vagy keresztezik egymást. Ez egy nagyon fontos appelláció volt arra, hogy hogyan kezdünk el gondolkodni. A másik viszont az, hogy mindenkinek egyéni története van. Ahogy ebben a darabban is, vagy az előadásban is, hogy az életben is mindenkinek megvan maga a saját története, ami egyedi és megismételhetetlen. És mindenkinek a saját személyes választ kell találnia a saját szabadságnak a kérdéseire. Amit én ezen a helyen tanúsítok, az jóval több, mint tisztelet. Se körömlap, se smink, se hajkondicionáló. Szembe jövök így az utcán, fel sem ismerném magam. Na mi van? Kinyitom ki? Sosana, én nem szeretném, hogy egy házasságtörő felügyeljen. Hát persze, hogy nem. Sírra már nem csinálhatod. Ezért nyakuknak ékessége kevésség. Jó, hogy nem felülszakorítja őket. Szervusz, Tehila! A kövérség kívülnek. Hogy vagy? Szemei. Csodálatosan elmélyük gondolatjai csapongalat. Látod? Mondtam neked, hogy idővel minden jóra fordul. A munkafolyamat egy nagyon hasznos önvizsgálati terápiás folyamat is volt, nem csak alkotó folyamat, és számtalanszor beszélgettünk a lányokkal arról, hogy kinek milyen mintái vannak, vagy a saját életében milyen történetei, amikor egyszer csak ott állt az előtt, hogy vagy ő, vagy valamilyen, tehát vagy ő marad önmaga, vagy pedig föl kell adnia magából valamit ahhoz, hogy másoknak jó legyen. És ez mindig egy nagyon, nagyon éles döntés helyzet az ember számára, nem csak egy nő számára, de most azt hiszem, hogy ez talán aktuálisabb. Tehát most nagyon erősen van körülöttünk az, hogy a nők helyzete hogyan is van, vagy a belső női szabadság, vagy a női szabadság egyetem mit is jelent számunkra, és ez a darab erről beszél igazából. És ugye itt 8 nő van, és mindenkinek meg kellett találni a saját válaszát erre a kérdésre. Azért fogjam be a számot, mert ő szerezte ezt a munkát nekem. Hát ezzel a módszerrel tart a kezében mindenkit, beleértve téged is. Még akkor is, ha ez a legutolsó dolog, amit megteszel nekem. Nem, nem, ez nem csak az én ügyem, Amácia. Azt akarom, hogy ide hívd az egész jesivát. Tudod mit, Frojka? Te vagy az engedetlen feleség! Igen, beleértve a rabbit is, mert ha nem, én esküszöm, hogy soha többé nem merülök. Ez a te ügyed is, és mindenki, aki holnap arra az elmebetegre akar szavazni. És le leszek gátolódva, míg világ a világ, vágod? Halló, Rebeka? Igen, én vagyok. Azt akarom, hogy az egész szomszédság itt legyen. Nem érdekel, akkor gyere pizsamában. Fogd a parókádat és gyere! Sára Horzman, a rabbi felesége is velünk van. Ha négyen vagytok és komolyan gondoljátok, akkor... jól van Sámuel, megoldjuk nélküled. Én az utóbbi 10 évben mindenről lemondtam, ami fontos volt nekem, azért, hogy téged ápoljalak. Rendben, nincs is értelme, hogy hazamenjek, nem is megyek. Szia, Sámuel! A darab hozadéka, hogy megérthetjük, a vallásos, a félig meddig szakrális közeg megkívánja, hogy mindennek legyen valamilyen áldozata, legyen valami ára a szabadságnak és a felszabadító felismeréseknek is. Káponásnyéken rendezték meg a Vörösmarty versünnep döntőjét, a megmérettetésen 17 Kárpát-medencéből származó fiatal mutatta meg tudását a rangos szakmai zsűri előtt. Király Isten, emel fel hozzád a király szívét! Vörösmarty Mihály születésének 220. évfordulója alkalmával a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola a Kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékházzal közösen szervezett emlékév keretében hirdette meg a Magyar Versmondók Egyesülete szakmai támogatásával a Vörösmarty versünnepet. A két kategóriában több mint 200 kárpát-medencei fiatal mérettette meg magát. A döntőben a rangos szakmai zsűri előtt 17 fiatal mutathatta be tudását. 220 évvel ezelőtt, 1800-ban született Vörösmarty Mihály. Tavaly szerettük volna az évfordulót méltóképpen megünnepelni, sok minden meg is valósult, de a szavaló versenyünk nem tudott létrejönni a pandémia miatt. Most, hogy a harmadik hullámban benne vagyunk, végül is a megvalósult nagy Kárpát-medencei versenyt
itt Káponásnyéken online fogjuk tudni lebonyolítani. Az előválogatásokon már túl vagyunk, a mai napon pedig a közel 200 diákból a Kárpát-medencéből a döntőbe jutott 17 gyereket fogja a zsűri meghallgatni online, tehát tulajdonképpen élő lesz a szavalóverseny, csak a közönség nem tudja élőben hallgatni ezt a nagyszerű viadalt. El kell mondjam, hogy a 17 gyerekből a döntőben van egy erdélyi, egy gyergyói fiatalember is, és hát a Káponásnyéki Vörösmartiról elnevezett iskola diákjai is szép számmal indultak a versenyen, amit a zsűri külön értékelt. Vörösmarty életművének, szellemi örökségének az ápolása kiemelt küldetésünk itt a Velencei tónál. A két nagy magyar író és költő közül, aki itt a térségben született, tehát Gárdonyi és Vörösmarty közül, különösen nagy figyelmet fordítunk az ő életművére. Tavaly felújítottuk a Vörösmarty emlékházat, a Petőfi Romi Múzeum gyönyörű kiállítást rendezett benne. Idén a Vörösmarty emlékház szomszédságában egy művészházat hozunk létre, amely nyárra megnyitja a kapuit. Ezt Lisztről nevezzük el, és egy Liszt és Vörösmarty kapcsolatát, szellemi barátságát is valamilyen módon felvállaló emlékhely lesz ez. Ugye elkészült a Csági Lóráról elnevezett szabadtéri színpad, tehát nagyon komplexen próbáljuk azt az értéket és örökséget ápolni és továbbvinni, amiért mi is örökségül kaptunk az elődeinktől. Rodics Eszter, az Ötletgazda Névfőiskola elnöke számára megerősítést jelent, hogy a Vörösmarty emlékév keretében ilyen sok felkészült fiatal tett hitet a magyar nyelv kivételes értékei előtt. Nagyon örülünk, hogy elérkezett ez a nap, sokat készültünk rá, nagyon sok munka és szervezés van mögötte, és nagyon örülök annak, hogy végül is meg tud valósulni ez a döntő. Izgatottan várjuk mindenféle szempontból, egyrészt a fiatalok versmondása szempontjából, másrészt a technikai háttér mikéntjéről, mert hát még ilyet nem csináltunk, hogy online, de élő versünnep döntőt szervezzünk. Nagyon fontos, hogy ezt sikerült megszervezni, ugyanakkor az is, hogy nagyon sokan jelentkeztek. Milyen gondolatokkal bocsátod útjára őket, hiszen ez egy fontos pillanat számukra is. Igen, sokat gondolkoztam ezen, hogy vajon mi az oka annak, hogy ez egy ilyen jól sikerült versmondó versennyé vált, és azt hiszem, hogy az egyik ok az, hogy a fiatalok szeretik az online teret használni. És önmagában ez a kihívás, hogy az első, az elődöntőre beküldött anyagukat saját maguk szerkesztették, saját maguk hozták létre, ez egy adalék, ez egy extra plusz, ami számukra egy jó kihívás, és egy örömteli munka volt, vagy lehetett, én úgy gondolom. A mai napon pedig nyilvánvalóan az élő szereplésnek az izgalma, az, ami áthatja majd az ő produkciójukat, és mi is szerintem a zsűri tagjai is pont ugyanennyire fogunk izgulni. Már volt egy próbanap, és ott kiderült, hogy nagyszerűen felkészültek, és nagyon megható és szép pillanatokat várok a mai naptól. Bakonyi István irodalomtörténészként is fontosnak tartja, hogy a jelen fiataljai is ismerjék meg Vörösmarty munkásságát. Azért fontos a verseny, hiszen a vers, ugye, mint tudjuk, az életünkben kicsit háttérbe szorult, viszont vannak üde színfotok és kivételek. Most az jutott eszembe, hogy hasonló népes versenyen legutóbb a Csíki versünnepen voltunk Erdélyben, hiszen ott ennek szép hagyománya van, és itt Káponásnyéken is azt hiszem örülhetünk annak, hogy közel 200-an vettek részt ezen a versenyen, és ma a döntő is nagyon szép reményeket hoz nyilvánvalóan. Vörösmartyról szólni mindig aktuális. Olyan versmondó versenyen azonban én sem voltam még, ahol kizárólag Vörösmarty versekből áll a bemutatkozás. Van hagyománya Nyéken természetesen mindennek, hiszen már a 90-es évek végén, a 200. évforduló előtt itt nagyon sok olyan alkalomra került sor, ahol versmondó versenyeken találkozhattunk. Bánfi György zsűri elnökségével emlékszem például, és azt hiszem, hogy Nyék, Kápornásnyék nagyon méltóképpen ápolja a költő hagyományait, a költő életművét. Kelemen István a Vörösmarty Színház színművésze számára, aki nem mellesleg a költő hitveséről elnevezett Csajági Laura színpad igazgatója is, a gyökereket jelenti Vörösmarty kora és művei. Számomra kellemes csalódás ez, mert azt gondoltam, hogy a nem élő versmondás valahogy nem, minőségében nem olyan lesz, mint hogyha itt hallgatnánk őket. De az a tapasztalatom, hogy sokkal felszabadultabbak, sokkal jobban kiderül az, hogy igazából mit gondolnak a versről, mit gondolnak a világról. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várom őket.
A bensőséges hangulatú eseményen kitüntető oklevelet vehetett át a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály általános iskola és gimnázium igazgatója Valkai Lénárd, ebből az intézményből nevezett ugyanis a legtöbb diák a versenyre. Úgy gondolom, hogy nekünk elemi kötelességünk az, hogy kápolnásnyék településen Vörösmartyval kapcsolatban minden rendezvényen részt vegyünk. Igyekszünk minél magasabb színvonalon teljesíteni. Úgy gondolom, hogy a diákjaink és a felkészítő tanárok kellően helyt álltak ebben a megmérettetésben. Az avatott szakmai zsűrinek nehéz dolga volt, végül az alsósoknál Gajdos Márta, a Jász Boldogházi Mátyás Király általános iskola 9 éves tanulója, a Tóth Deák Dala című versével, míg a középiskolásoknál a Marcali Berzsenyi Dániel gimnázium növendéke, a Gábor Diák című Vörösmarty művel bizonyult a legjobbnak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!